mekkora kanyarokat kellett venni az életben, hogy Győr végül is otthonává váljon. Bár Sopronban fogantam, Nyíregyházán születtem, 60-ban jártam általános iskolába, Siófokon érettségiztem, Szegeden jártam orvosi egyetemre. Tehát amikor mai napig megkérdezik tőlem, hogy hová valósi vagyok, akkor zavarba ejtően nem tudok rá válaszolni. De úgy gondolom, hogy ez a 35 év, amit már eltöltöttem Győrbe, ez a félemberöltő, ez feljogosít arra, hogy azt mondjam büszkén és nyugodt szívvel, hogy győri vagyok. 1984-ben került a Győri Kórházba. Mekkorát fejlődött a kórház sebészeti részlege ebben a több mint 3 évtizedben, és mi az, ami az ön nevéhez fűződik? Amire igazán büszke vagyok, hogy a győri sebészeti osztályról gyakorlatilag semmilyen kórképet, semmilyen betegséget nem kell elküldenünk egyetemi klinikára vagy Budapestre. Tehát a transzplantáció kivételével, ami centralizált, gyakorlatilag mindent meg tudunk operálni és mindent el tudunk látni. Az egyik ilyen mérföldkő volt, amikor a hasnyálmirigy sebészetével elindultunk és országos centrummá fejlődtünk. Ugyanígy egy mérföldkőnek tekinthető, amikor bevezettük a májsebészetet. Nyilván büszkeséggel tölti el az embert, hogy nemzetközi kongresszusokon ismerik Győr nevét, ha tetszik, nagyképűen fogalmazva, bizonyos területeken, a sebészet bizonyos területén föltettük az európai térképre ezt a várost, ezt a kórházat. Tudják, hogy van ilyen, hogy a Petszaladár Hospital. És azt hiszem, hogy hazai viszonylatban is, mint az egyik legnagyobb kórház és nagyon nagy sebészet, ahogy mondtam, mindent a kor technikai színvonalának megfelelően és az elvárásoknak megfelelően meg tudunk operálni. Szokták kérdezni, hogy mennyire vagyok sebész és mennyire vagyok orvosigazgató, és akkor azt hiszem, hogy még így is túlzó az a 10%, amiben megfogalmazom orvosigazgatói tevékenységemet. Csak egy pici részterületet lát el egy orvosigazgató. Nyilvánvalóan megpróbálja az igazgatás munkáját segíteni, és a főigazgató által ráosztott feladatokat ellátni. Ezek zömében szakmai jellegűek, különböző új profilok kialakításáról szólnak, szervezési kérdések, de kifejezetten orvos szakmai. Ki volt az az ember, amikor Győrbe érkezett, megfogta szakmailag a kezét, és ön megfogja a mai ifjú orvosok kezét, és segíti őket a munkájukban? Mátrai Tamás volt az az osztályvezető főorvos, aki viszonylag korán bizalmat szavazott nekem, és engedte, hogy elinduljak valamilyen irányba, és aztán végül kifussak ezen a pályán. Nagyon fiatalon, 37 éves voltam, amikor megpályázhattam nyugdíjba vonulása után ezt az osztályt, és elsősorban neki és az akkori főigazgatónak, Bugovics Elemérnek köszönhettem, hogy bíztak bennem. Annak a kezét lehet igazán megfogni, és azt lehet tanítani, aki maga is szeretné. Tehát minden fiatal ott hordja a tarsójában a marsalbotot, és bárkiből lehet osztályvezető, főorvos vagy professzor, de ez elsősorban a saját ambícióján múlik. Egy osztályvezető a legtöbbet úgy tud segíteni, hogyha hagyja a fiatal ambícióit érvényesülni, ha elengedi máshová, akár külföldre tanulni, hogy továbbképzéseken vegyen részt, hogy ne gátolja, hogy ne próbálja visszafogni, hogy véletlenül se legyen olyan akár rejtett szándéka, hogy ne engedje a feje fölé nőni azt a fiatalt. Én becsület szavamra mondom, nagyon örülök, hogyha néhány fiatal kollégám olyan technikákat megtanul, olyan műtéti típusokat elsajátít, amiket én nem tudok. Az is az osztály presztízsét növeli, ha tetszik, áttételesen az enyémet. Bármikor is az élete során, a szakmai pályafutása során fölmerült-e az az igény, hogy mondjuk Budapesten dolgozzon, vagy egy klinikát vezessen? Nem szenvedette hátrányt attól, hogy egy vidéki városban kellett sebészeti centrumot építenie? Nem titok, hogy nagyon sok helyre hívtak egyetemi városokba, klinikákra korábban. Én makacsul kitartottam Győr mellett. Itt szerettem volna befejezni azt, amit elkezdtem. Ezt soha nem bántam meg, ezt a döntésemet. És azt, hogy el lehet-e érni egy vidéki, megyei kórházból mindazt, amit ezen a pályán belül el lehet érni,
Azt hiszem, hogy most már szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy igen. Kinevezett egyetemi tanár vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, voltam a Magyar Sebésztársaság elnöke, jelen pillanatban is a szakmai kollégium sebészeti tagozatának az elnöke vagyok. Ennél többet nem is szeretne az ember elérni. Tehát a válasz egyértelműen igen. Igen, Győrből is ugyanazt el lehet érni, mint egy egyetemi klinikáról. Meglepődötte, vagy jól esően fogadta-e azt, hogy Győrváros díszpolgárába avatta? Végtelenül jól esett. Tulajdonképpen ez összefügg mindazzal, amit az előbb elmondtam, a hovatartozásról, a hűségről. Szerettem volna valami nyomot hagyni ebben a kórházban, és a valamiféle sebészi iskolát teremteni, elsősorban itt a fiatalokban és a következő generációkban látni azt, hogy érdemes volt itt mindezt felépíteni, és úgy gondolom, hogy ezzel a díszpolgársággal, ezzel a címmel valóban a város ezt nagyon elegánsan és nagyon nagyvonalúan honorálta.